Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Bővülő foglalkoztatás, de nagy munkaerőhiány. Kettősség jellemzi a Vármegye munkaerőpiaci helyzetét. A témával később részletesen is foglalkozunk, most azonban nézzük a teljes kínálatot. Jubileum. Konferencia a 950 éves Tokajról. Foglalkoztatási helyzet. Kettősség jellemzi a Vármegyét. Almaszüret. Jó a termés, alacsony az ár. Jubileumot ünnepelnek Tokajban, a város idén 950 éves. A Borsoda-Bauxemplén vármegyei település és annak borvidéke az egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakosságnak. A napokban ismeretterjesztő konferenciával emlékeztek meg az elmúlt 9,5 évszázadról. Konz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője az eseményen úgy fogalmazott, Tokaj történelme kiemelt jelentőségű a nemzeti identitás szempontjából. Fennállásának 950. évfordulóját ünnepli Tokaj, a magyarság emblematikus városa, a világörökség része, a tokaji asszú és a tokaji borvidék névadó települése. A városban idén egész évben a jubileum köré szervezik a különböző rendezvényeket. Legutóbbi alkalommal az elmúlt 950 év gazdag történelméről tartottak ismeretterjesztő konferenciát a Paulai Ede Színházban. A hallgatóság nagy részét pedig a településen tanuló középiskolások jelentették. Posta György polgármester azt mondta, fontos számukra, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, milyen jelentőségű városa Tokaj az országnak. A rendezvényeink jelentős része arról szól, hogy Tokajt köszöntjük a születésnapján, és úgy ítéltük meg, hogy kell egy konferencia is, amivel ugye emléket állítunk ennek a 950 évnek, maga a téma is átnyúlik a történelem minden egyes részére, és ezzel is azt szeretnénk demonstrálni, hogy egy 950 éves településnek igenis van mit mondani a jelennek, és hát valószínűleg a jövőnek is. És úgy gondoltuk, hogy meghívjuk, mert iskolaváros vagyunk, az iskolákat, hogy ők is átérezzék ennek a súlyát, hogy milyen fontos az, hogy ők egy 950 éves településnek a polgárai, amíg idéglenesen is, és itt tanulhatnak, és ezzel is azt szeretnénk erősíteni bennük, hogy igenis legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen településen tanulnak, és szívják magukba ennek a 950 évnek az összes múltból eredő dolgait és eseményeit, és üzenünk a jövőnek is, hogy reményeink szerint egy újabb 900 év után, vagy 950 év után ugyanúgy meg tudnak emlékezni majd az akkori tokaiak az akkori születésnapról. Több mint 50 éve működik a Tokaji Írótábor, amelyet 2 éve kiemelt nemzeti értékké nyilvánított a Magyar Hungarikum Bizottság. Az Írótábor Egyesületének jelenlegi elnöke L. Simon László köszöntőjében azt emelte ki, Tokaj a kudarcokkal teli évszázadok során is mindig a reményvárosa maradt. 1995-ben, amikor egyetemistaként először jártam a Tokaj Írótáborban, akkor az Írótáborban még Petpalaszban zempléni tájbort szolgáltak föl, de ha azt mondom, hogy számomra Tokaj városa és a jó magyar bor az a reménynek is a szimbóluma, akkor ebben az is benne van, hogy bizony ez a város az elmúlt évszázadokban nem egyszer kényszerült arra, hogy újrakezdjen, és az újrakezdés mögött az a remény volt, abba vetett hit volt, hogy mindig jobb és jobb dolgot fog előállítani, úgyhogy amióta a Tokaji Írótábor elnöke vagyok, azóta a legjobb nedőket fogyasztjuk az Írótáborban. Mondhatni, hogy ez alapkövetelmény volt, hogy itt bizony csak a legjobb minőségű bort fogyasszuk, és hogyha megnézzük az elmúlt 3 évtized magyar borászatának értékeit, és azt, hogy az egész hegyai vidék hogyan fejlődött, van is miből válogatnunk. Egyébként, ha már azt mondom, hogy mi mindig pesszimistában nézzük az életet, gondoljanak csak arra, hogy nemzeti ünnepeink sorában egyetlen egy olyan ünnep van, ahol egyébként magyar államalapításra egy fantasztikus dologra emlékezünk, augusztus 20-a. Különben minden ünnepünk, minden évfordulónk, minden dolog, amiről megemlékezünk, az valamilyen kudarchoz kapcsolódik. Persze nem a kudarc miatt, hanem a magyar szabadságvágy miatt. Nem azt ünnepeljük, hogy a Habsburgok leverték a 48-as forradalmi szabadságharcot, hanem azt, hogy a magyar szabadságvágy az egy fantasztikus összefogásban, egy nagy szabadságküzdelemben öltött testet. De mégiscsak
kudarccal zárult a forradalom, hogyan kudarccal zárult az 56-os forradalom és szabadságharc is. És hogyha arra gondolok, hogy itt ebben a vidéken, ebben a tájegységben a legfontosabb történelmi személyiség második Rákóczi Ferenc, gondolják végig. Az iskolában ezt is sose mondtuk ki magunknak, minden egyes csatáját elvesztette Rákóczi. A legnagyobb magyar szabadságharcosok egyike valójában egyetlen egy katonai küzdelmet nem tudott megnyerni. Valahogy benne van ez a sorsunkban. Valahogy benne van a sorsunkban ez a kettősség, hogy mi mélyen és búsan és fájdalommal tudunk azokra emlékezni, azokra visszagondolni, akik egyébként a céljaikban testesítették meg a nemzet vágyát, és nem feltétlenül az eredményeikben. Ahogy Sajó Sándor mondja, magyarnak lenni büszke gyönyörűség, mert mindezzel együtt is csodálatos dolog az, hogy mi újra és újra tudjuk kezdeni az életünket, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt évszázad a politikai viharai, pláne a 20. század, szinte nemzedékről nemzedékre, újrakezdésre kényszerített bennünket. Mégiscsak azt mondom, hogy ezzel egyetemben is Tokaj az én szememben a remény városa. A remény városa, mert ez a város most is újrakezdett, újrakezd fejlődni a belváros, gyönyörűen megújul a térség, fölfutnak a környékbeli borászatok, ez a település és Sárospatak húzza magával a többi települést, egymással rivalizálva egyre szebb eredményeket hoznak létre, és hála jó Istennek ehhez a kormányzati támogatás is megvan, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Az én szememben ez a város a sokszínűség városa is. Történetileg is, vallásilag is, mindenféle szempontból. Hát gondoljanak arra, hogy hány ilyen települése van az országnak, ahol a magyarság, benne zsidókereskedők, görögkereskedők, sok-sok felekezethez tartozó személy békességben, tisztességben tudott egymás mellett élni, és sikerre halmozni. Az előadások során jelentős szerep hárult a Hungarikumnak számító tokaji aszú legendájára, valamint a tokaji borvidék egyediségére. Ahogy Tokaj város a 950 éves évfordulóját ünnepli, úgy maga a borvidék is közel 1000 éves. 1000 éve művelnek az őseink szőlőt ezen a tájon és készül bor. Az, hogy Tokaj és a tokaji borvidék ideig jutott, az nyilván nem véletlen. Ez fantasztikus adottságok és nagyon tudatos munka eredménye volt. És az előadás fogja feltárni tulajdonképpen, hogy az évszázadok alatt mik voltak az alapjai az egyediségnek, és az őseink hogyan építették fel a borvidéket, és nekünk, a mai élő generációnak ebben a mátrixban mi a dolgunk. Valóban azt gondolom, hogy Tokaj a világ egyik legkülönlegesebb adottságú borvidéke maga egyedi makro- és mikroklímájával, a fantasztikus gazdagságú kőzeteivel, ugye vulkánikus borvidék vagyunk, de az, hogy ezen olyan szülőtermesztésű kultúra fejlődött ki, olyan speciális fajtákkal, olyan speciális borkészítési metódusok, ez nem véletlen. Ez nagyon tudatos szülészeti, borászati munka eredménye volt. Hogy ennek a kereskedelme hogy épül föl, magának a tokai bornak a nimbusza hogy épül föl az évszázadok alatt, nyilván azt sokan ismerjük az irodalomból és diplomáciai tényekből, ugye például Rákóczi fejedelem is diplomáciai eszközként használta, csak ugye példát említsek magát a tokai bort. És tulajdonképpen mi, ma élő generáció, ennek a hasznát szedjük, ennek a gyümölcsét élvezzük, de rendkívül sok munkát kell beletennünk. Én azt látom, hogy a rendszerváltoztatás követően 30 évvel elmondhatjuk azt, hogy sok jó bor készül újra Tokajhegy alján, közel 200 pincészet palackoz bort és minősített forgalomba hozott arra bort. Most már sokan vagyunk, el tudunk menni külföldi kampányokra is akár, és meg tudunk jelenni pozitív tömegben, tehát nagyon sok jó bort tudunk a piacra vinni, viszont innentől kezdődik a tudás, el kell tudni adni ezt a bort. Közel 2 évvel ezelőtt a hegyközségi tanács vezetésével elindítottuk az első tokai közösségi bormarketinget. Én azt gondolom, ennek nagyon fontos, hogy folytatása legyen, ebben érdekelt mindenki a borvidéken belül, és hát ez egyediséget meg kell tudni jeleníteni az éttermek asztalain is. Koncz Zsófia, térség országgyűlési képviselője azt mondta, Tokaj a magyar identitás számára egy kiemelt jelentőségű város. Tokaj és a térségének, az országgyűlési képviselőnek lenni tényleg egy hatalmas megtiszteltetés, és hát felelősség is. Az a helyzet, hogy Tokaj a nemzetünk számára, a magyar identitás számára egy olyan meghatározó hely, hogyha a világ bármely részére ellátogattok, akkor ha szeretnétek beazonosítani azt, hogy honnan érkeztetek, és azt akarjátok a nagyvilágnak elmondani, hogy ti magyarok vagytok, akkor egészen biztosan Tokaj is szóba kerülhet, mert azért a nagyvilágban Tokaj neve ismert, és ez pedig az itt élő embereknek egy nagyon-nagyon fontos eredménye, a több évszázados munkája,
Nyilván a Jóisten az igencsak jókedvébe volt, amikor Tokaj városát létrehozta, megalkotta, hiszen a tokaji borok, a hungarikum, a tokaji asszú, emellett azért olyan földrajzi adottságról beszélünk, hogy eleve a Tisza és a Bodrog is itt találkozik. Tehát, hogyha az ember ellátogat ide, akkor valami olyan fantasztikus földrajzi körülmények közé cseppen, amit azt gondolom, hogy nekünk fontos küldetésünk minél több mindenkinek bemutatni. De Tokaj kapcsán azt is kiszoktuk emelni, nyilván 200 éves a himnusz, 200 évvel ezelőtt íródott, egyedüli olyan város név, amely szerepel a himnuszban, ugye Tokaj szőlőveszein nektárcsepegtettél, nagyon nagy büszkeség. Ugye Petőfi Sándor is 200 évvel ezelőtt született, ő is járt ezen a vidéken, ő is látta azt amellett, hogy mennyire szerette a rónaságot, hogy ez a vidék egy csoda, rá is nagyon büszkék vagyunk, és hát azért, amikor 900 éves volt Tokaj, akkor készült egy film, aki még esetleg ezt nem látta, akár a fiatalságnak is ajánlom, hogy mindenképpen nézzék meg, 900 éves évfordulóról készült a Rádai Mihály által egy nagyon-nagyon fontos összefoglaló, hiszen Tokaj életét bemutatta akkoriban. És hogyha megnézitek, egyébként pont fiatalokat kérdeztek meg arról, hogy hogyan képzelik el, nem is 50 év múlva, mert ugye azóta 50 év telt el, 950 éves Tokaj, ezt ünnepeljük most, emiatt vagyunk ma itt, hanem megkérdezték, hogy 100 év múlva hogyan fogják látni, vagy hogy képzelik el Tokajt. Érdekes ezt magatoknak is feltenni, most elsősorban a fiatalokra gondolok, hogy ti mit gondoltok esetleg 50 év múlva, mert akkor az akkori fiatalság azt mondta, hogy ő szeretne majd itt szállodákat látni, azt szeretnék, hogy legyenek olyan helyek, ahol jó reggel itt lehet elfogyasztani. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban tényleg nagyon sok olyan dolog történt a városban, ami ezt, amit akkor a 50 évvel ezelőtt a fiatalok meg a tokaiak elképzeltek, elindult. És Tokaj nyilván nem csak az itt élőknek mi nagyon fontos, hanem az egész nemzet számára is. Tokajt és Nyíregyházát egyébként nemrég kiemelt turisztikai övezetté nyilvánították, a borvidék pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek egyik leglátogatottabb kirándulóhelye. A városban a közelmúltban jelentős szálláshelyfejlesztés és bővítés valósult meg, újabb kerékpárutak épültek, felújították a Bodrog sétányt, és folyamatban van a belváros rehabilitációja is. Ugye a kormányzat egy kiemelt szerepet szán, illetve hát az a cél, hogy ez a régió a harmadik leglátogatottabb turisztikai régióvá váljon. Ezért is vannak olyan fejlesztések, amelyek azt tűzik ki célul, hogy ezt a célt el tudja érni ez a régió. Itt azért el kell mondani, hogy jelentős szálláshelyfejlesztés indult el egyébként Tokajban, ez volt az egyik legjelentősebb fejlesztés. Itt azért most 155 minőségi szoba lett átadva a tavalyi évben, ami az alapja annak, hogy itt a minőségi turizmus valamilyen irányú fejlődésnek menjen. És azok a egyéb beruházások, kerékpárút fejlesztésre gondolok, vagy a Bodrogparti sétányra, vagy a belváros rehabilitációjára, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a város turisztikailag megerősödjön, és ide tudjon hozni minőségi turistákat. És most van egy új projektünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen, aminek az a célja, hogy a belvárosnak a meglévő, úgymond, hát Csipke Rózsika álmában lévő épületeinek a megújítását tűzük célul. Ez elsősorban ugye a aranyvasra gondolok, ami valószínűleg a jövőben egy teljesen új funkcióban és új homlokzattal fogja majd köszönteni a várost, illetve a városnak a főterén lévő áruház elbontása kerül, oda egy nagyon szép épület fog kerülni. Tehát folytatjuk azt az utat, aminek az a célja, hogy Tokaj a régió központja és a turizmus szempontjából egy kiemelkedő hely legyen, hogy ide eljöjjenek az emberek, és itt jól érezzék magukat. 60 ezerrel dolgoznak ma többen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mint 10 évvel ezelőtt. Az elmúlt évtized programjai sikeresek voltak, most azonban más típusú kihívással, az egyre elhatalmasodó munkaerőhiánnyal kell megküzdenie a régiónak. A vármegye aktuális helyzetéről Kocsis Lászlót, a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Amióta én visszaemlékszem, még soha nem kellett munkaerőhiánnyal foglalkozni, mindig a munkanélküliség volt a fő problémája, akár a
megyének, akár a városnak, vagy a megyeszékhelynek. Mennyiben igényel ez szemléletváltást a politikusok számára, illetve a szakpolitika számára? Én azt gondolom, hogy új időszámítás kezdődik az életünkben. Minden tekintetben olyan szemléletváltásra van szükség, ami személyre szabott és egyedi. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek tekintetében minden tekintetben egy adott programot kell kidolgozni, ami teljesen megfogja az ügyfélnek a kezét, és elviszi a munkáltatóhoz. Milyen megoldásokat tudnak találni ebben a helyzetben? Mert ugye van egy szám, hány álláskereső van, és van egy másik szám, hogy mennyi munkaerőre van szükség, és valahogy a kettő az nehezen hozható össze. Így van, a számok azt mutatják, hogy a megyében még rengeteg a munkaerőtartalék, nem hiába mutatja az is, hogy milyen beruházások érkeznek, elsősorban ugye Nyíregyházára, de más decentrumokat is említhetünk ennek tekintetében. Én azt gondolom, hogy a foglalkoztatási szakterületnek a feladata ezt a keresletet és a kínálatot összehozni. Hatalmas kihívások elé nézünk ennek tekintetében, de én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, és az elmúlt időszak sikerei, én azt gondolom, hogy ezt bizonyítják, hogy ebben fogunk tudni olyan lépéseket tenni, ami sikerre visz minket. Mik voltak azok a programok, amik ezeket a sikereket magukban hordozták? Ugye alapvetően az Európai Uniós programok azok, amik ebben a foglalkoztatást elősegítették. Ilyen a GINOP, illetve a TOP programok, amik helyi, illetve megyei szinten is megvalósultak, illetve a GINOP programok természetesen országos szinten is megvalósultak. Ezek olyan foglalkoztatás politikai eszközök voltak, amelyek elsősorban a megyénkben bértámogatás formájában jelentek meg, de nagyon sok esetben képzés és egyéb szolgáltatásokat is nyújtottak. Mennyiben rajzolta ez át a megye munkaerőhelyzetét és egyáltalán a gazdaságot? Én azt gondolom, hogy minden tekintetben erősítette bizonyos területeknek a fontosságát. Ugye a nagyobb városok azok minden esetben erősödtek ennek következtében. Vannak még lemaradó térségek a Vármegyén belül. A következő időszaknak ez lesz egy nagyon nagy kihívása, hogy azokra a helyekre koncentráljunk, ahol még nagyobb munkaerőtartalék van, de mondjuk nagyon távol vannak ezektől a városoktól. A munkáltatók mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, hiszen korábban azt szokták meg, hogy válogathattak, most pedig azon kell törekedni, hogy megtartsák a már meglévő munkaerőt. A munkáltatók tekintetében is szemléletváltásra van szükség. Mi azt látjuk egyébként, hogy az együttműködésének köszönhetően, hogy teljesen új szintre léptek ők is. Nagyon jellemző volt pár évvel ezelőtt, még a Covid megelőzően az egymástól való elrablás, úgymond, amikor a szakembereket próbálták elrabolni egymástól. Most azt az időszakot éljük, hogy megpróbálják megtartani. Én most azt gondolom, hogy a bérek rendezésével ezt ők abszolválni tudják. Egy teljesen új jelenség ütötte fel a fejét, vagy figyelhető meg a munkaerőpiacon, a vendégmunkások, amit néhány évvel ezelőtt még nem nagyon láttunk. Én azt tapasztalom, hogy azért van ezzel kapcsolatosan nem kevés félelem az emberekben. Hogyan kell ezt kezelni? Ha Nyugat-Európára tekintünk, én azt gondolom, hogy ott ezek a folyamatok már sok éve, évtizede lezajlottak. Az én véleményem szerint ezektől nem kell félni. A mai munkaerőpiacot tekintve azt a fajta instabilitást, ugye azért mellettünk zajlik egy háború, egekbe szökött az infláció, és egyéb olyan változások vannak, ami ahhoz vezet, hogy a vendégmunkásokhoz nyúljunk. Olyan mennyiségű munkaerőigény jelentkezik, amit én azt gondolom, hogy a magyar munkaerőpiac már nem bír el. Egy jól megfontolt stratégiával, megfelelő országokból behozott vendégmunkások nem okozhatnak problémát a jövőben, és most is azt tudom mondani, hogy bármelyik magyar munkát kereső ember munkát tud találni magának, tehát ez nem veszélyezteti az ő álláshelyüket. Milyen fontosabb céljai vannak a foglalkoztatási paktumnak, illetve a plusz paktumnak? Ugye egy kettősséget élünk ebben is. A régi paktumok úgymond zárásához érkeztünk el. Ezek hatalmas sikerekkel zajlottak. Nagyon-nagyon sok milliárd forint értékben, nagyon sok céget,
több ezer céget és több ezer embert segítettünk munkához. Én azt gondolom, hogy ennek az eredményessége ez megkérdőjelezhetetlen. A TOP Plusz tekintetében egy másik szemléletet szeretnénk továbbvinni, amiről korábban is beszéltem, hogy mind a foglalkoztatási szakterület tekintetében más szemléletet követelünk, ez egy egyember közelibb és nem szociális jellegű szolgáltatás lesz, illetve a cégek is olyan közel kerültek hozzánk, hogy már partnerként tudunk együttműködni, és ez a partnerség fogja megalapozni a közös munkánkat. Ha már a partnerségnél tartunk, mennyire tudnak partnerek lenni képzőcégekkel, hiszen ugye a foglalkoztatás és a képzés az kéz a kézben jár, de valahogy ketté vált ebben Igen. az új rendszerben. Azért azt tudni kell, hogy a megyei 23.600-as álláskeresői listából 50% a szakképzetlen munkaerő. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé magas szám. Mi az évek alatt nagyon sokat próbáltunk fejleszteni ezen és az embereket továbbképezni. Azért el kell mondani, hogy ezen létszámok tekintetében rengeteg ember rendelkezik részszakképesítéssel vagy tanúsítvánnyal, de az ugye nem jelenik meg a szakképzettség tekintetében. Illetve az elmúlt időszakban az képzési lehetőségek kikerültek a foglalkoztatási szakterület hatásköréből, és nagyrészt a szakképzési centrumok vették át ezt a feladatot. És az elmúlt időszakban én elmondhatom azt, hogy olyan sikereket értünk el együtt, illetve olyan programokon dolgozunk együtt közösen, jelenleg még a megyei paktumban, ami például a SzakmaFest rendezvény tekintetében is megjelenik, hogy egy ilyen volumenű rendezvényt már a diákoknál megkezdve elérjük, és álláskeresőknek is olyan képzéseket tudunk nyújtani a szakképzési centrumok tekintetében, ami szerintem kimagasló, és egy programot hagy említsek meg, az a dobbantó program, amit a szakképzési centrum művel, és mi oda nagyon-nagyon sok embert tudunk irányítani, és ezzel szakmához, részszakmához segíteni őket. Picit visszatérve a vendégmunkások kérdésére, ők jellemzően szakképzetlen munkakörökre érkeznek, vagy milyen területen helyezik el őket? Alapesetben azt gondolom, hogy igen, tehát betanított jellegű munkára próbálják a cégek behozni őket, de nem ritka az, amikor már mérnök embereket és magasan kvalifikált, magasabban képzett embereket próbálnak behozni. Mik a sikerágazatok ebben a megyében? Tehát mik azok a szakterületek, ahol ezek a programok különösen nagy eredményt tudtak elérni? Hát minden esetben én azt gondolom, hogy az építőipar, illetve a mezőgazdaság azok a területek, ahol ezek a programok magasabb szinteket értek el, és ott tudtunk igazán nagyon segíteni. Mik a közeljövő legfontosabb feladatai? Hát a legfontosabb feladat az, hogy azt a munkaerőt megtaláljuk, amit a betelepülő cégek igényelnek. Minden esetben helyi szinten kell orvosolni ezeket, és megtalálni azokat a területeket, ahol van még olyan munkaerőtartalék, aki mobilizálható, annak ellenére, hogy a magyar ember egy kicsit ennek tekintetében nem olyan rugalmas. Mennyire vonzó Szabolcs-Szatmár-Bereg a beruházók számára, akár külföldi, akár magyar beruházókról beszélünk? Ez látszik egyébként a városon, tehát hogy sorra jelentik be a nagyobbnál nagyobb beruházásokat, de nem kell elmenni messzire, Mátészalka, Nyírbátor, olyan területek, ahol folyamatosan nagy cégek jelennek meg, és hatalmas munkaerőt próbálnak felszippantani. Én azt gondolom, hogy a megye az most minden tekintetben egy nagyon-nagyon kiemelt terület ennek tekintetében és a cégek tekintetében is, és ha jók az információk, amik a közeljövőben várhatóak is nagyobb bejelentések. Infrastruktúrában megfelelő szinten állunk ahhoz, hogy tudjuk fogadni ezeket a beruházókat? Maga a gyárak tekintetében én azt gondolom, hogy kiemelten, Nyíregyháza az különösen, de én azt gondolom, hogy Mátészek és Nyírbátor, illetve Kisvárda is azokon területeken vannak, ahol minden rendelkezésre áll egy új cégnek a betelepüléséhez. Kocsis László, köszönjük, hogy beszámolt nekünk mindenről. Én is köszönöm. Mezőgazdasági témával folytatjuk, már javában szüretelik az almát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A termés a tavalyi aszályos évhez képest jobb, de a felvásárlási árak elmaradnak a vártól. Az ipari almát körülbelül 40 forintért veszik át, az étkezési almának az ára még változó. A gazdák szerint a feldolgozó üzemek alacsony átvételi árai miatt jelentősen csökkenhet az alma termőterülete a vármegyében.
Egymás után önti a teli vödröket ez a férfi a platóba, a korai Golden Alma jó termést hozott ezen a birketanyai ültetvényen, de még messze a szezon vége, amit október végére jósol Szabolcsi Attila őstermelő. A termés nagy részéből gyümölcslé készül, ami főleg az árualma alacsony felvásárlási ára miatt alakul így, de ugyanez elmondható a léalmáról is. 38 forintos nettó áron indult el a léalma felvásárlási ára a szezon elején, egy hete körülbelül 3 forintot emelt rajta a feldolgozó, tehát most jelen állás szerint 41 forint. Hát mindenki döntse, hogy 41 forintból mit lehet vásárolni esetleg, illetve gondolja végig, hogy 41 forintból 1 kiló almát hogy lehet esetleg megművelni, megtermelni, leszedni, és még hogy haszon is legyen rajta. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt 5 esztendőben mintegy 6000 hektárral csökkent az alma termőterülete, ami azt jelenti, hogy évente több mint 1000 hektár almás tűnik el. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ültetvények nagy része 20-30 éves, vagyis előregettek, ezért alacsony hozamúak. Egy-egy új ültetvény termőre fordulásához pedig 2-5 év szükséges. A TSZ világban, amit ültettek gyümölcsöst, nagy részt azok vannak itt Nagykállóban, vagy voltak. Van olyan ültetvény, például a nyíregyházi felüljáró mellett, ami, ha jól tudom, ilyen 60-70 hektár, amiből körülbelül egy olyan 5 hektár az, amit még művelnek. Lehet, hogy sokat mondtam. Igaz, az már korban is ott van, hogy olyan 35 éves, tehát annak lehet mondani, hogy lejárt az ideje. De rengeteg van, ami 20-25 éves ültetvény, amit szintén ott hagynak az emberek, vagy kivágják jobb esetben. Tehát ezek a régebbi ültetvények már, én azt mondom, hogy itt legalábbis Nagykálló környékén szerintem egy ilyen 70%-ban már nem működő ültetvények, tehát felszámolás alatt vannak. Aztán, hogy ezután mi lesz a sors, hogy valaki telepít-e modern ültetvényt, tehát jéghálóval, támrendszer, stb., az már egy másik kérdés, de lehet mondani itt is, hogy Nagykállóban is nagyon-nagyon-nagyon visszaesett a termőterület mértéke. Az előző évi termés Magyarországon mindössze 280 ezer tonna volt, ami csak nem a fele a 2021-es évi mintegy 520 ezer tonnának. Akkor az aszályos időjárás okozott kárt a mezőgazdaságban, idén inkább az a kérdés, hogy meddig érdemes az előregedett ültetvényekbe pénzt fektetniük a gazdáknak, mivel a külföldről behozott alma is népszerű a vásárlók körében. A modern ültetvényekben rengetegféle almát termelnek már, tehát szinte lehet azt mondani, hogy évente jönnek ki új fajták, hogy ezeknek mennyire van létjogosultsága, vagy mennyire nem, ezt majd a piac el fogja dönteni. Szerintem nincs szükség ennyiféle almára, ez csak a vevőt is esetleg megzavarhatja. Tehát én a hagyományos, eladható, jól ismert almák, fajtáknak vagyok a híve, tehát beszélgetünk róla, hogy egy Jonathan fajta például, amit mindenki ismer, legalábbis az én korosztályom és az idősebbek, az most megint újra keresik. Hiába van mellette nem tudom hány új fajta, keresik. Ezt a jövő fogja eldönteni, hogy milyen fajtákra van szükség. Én azt mondom, hogy szép alma legyen, mutatós alma legyen, és ami az egyik legfontosabb, hogy az ízvilág olyan legyen. Az a kettő nem mindig párosul. Gondolok itt például Lengyelországból behozott almáról, én próbáltam már kóstolgatni meg minden, de nekem nem jön be. Nagyon szép alma, nagyon mutatós, darabos, egyik olyan, mint a másik, mint két tojás, de az ízvilág az nem olyan. Tehát a piac dönti el, ezek szerint, mivel olyan mennyiségben jön be, talán azt lehet mondani, hogy van rá igény, vagy kevés a magyar alma. Én ezt nem tudom, ezt tőlem okosabb emberektől kell megkérdezni, de mondom még egyszer, én a magyar alma híve vagyok. Az, hogy most Hungarikum lesz a magyar alma, hát erre én csak azt tudom mondani, hogy szerintem ez halottnak a csók körülbelül az a kategória. Ez körülbelül 30 éve kellett volna, amikor még tényleg volt magyar alma termesztés, akkor kellett volna egy kicsit ezt átgondolni és fejleszteni. Mert most már nem, hogy a 24. órában vagyunk, szerintem már azon is túl vagyunk.
Az az ültetvény, ami nekem is van, ez abszolút nem nevezhető modernnek, tehát sem öntözés, sem semmilyen más segítség nincs, ami esetleg a időjárási tényezőket ki tudja küszöbölni. Tehát én előbeszéltem, amikor azt mondtam, hogy ez nem fenntartható, és illetve nincs nagy jövője. Természetesen a modern ültetvényeknek van jövője, hiszen azon lehet nagy biztonsággal termelni. Az más kérdés, hogy milyen bekerülési költsége van egy ilyen ültetvénynek, tehát hogy egy hektárnak az eltelepítése, illetve megvalósítása milyen összeggel jár, illetve utána mennyibe kerül annak az éves fenntartása, hatalmas összeg. Ott csak tényleg precíz munkával, napra készen, napra pontosan mindent elvégezve lehet árut termelni, biztonsággal. De ha ez megvan, akkor még mindig ott van a piaci helyzet. Tehát hiába termelek én 500 mázsa vagy 600 mázsa almát egy hektáron, hogyha azt egyszerűen nem tudom értékesíteni, vagy olyan nyomottáron tudom értékesíteni, hogy nem jön ki. Tehát annak van jövője mindenféleképpen termesztés szempontjából, de mondom még egyszer, a piac az legalább olyan fontos lenne, hogy rendben legyen, hogy az ember nyugodtan tudja azt mondani tavasszal, vagy amikor elkezdi az évet, hogy én nagyon jól tudom, hogy év végén, ha jól termeltem az almát, akkor X és Y bevételem lesz. De ez egyenlőre ez nem így működik sajnos. A hazai almatermesztésben vélhetőleg a 2025-ös év hozhat fordulópontot, amikor az eddigi támogatási rendszer kifut. A szakemberek szerint legrosszabb esetben több ezer hektár almaültetvényt vághatnak ki ezután a termesztők. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!